magát nézi benne. Azért ilyen sikeres. De nem lett baj, hogy a 21. századon, században majd ezen a szinten túlélünk egy kicsit. Hozzáteszem, mert egyébként csak egyszerű ezt mondani, de azt nekem tudni kell, mert egyébként a vezetés felelősségteljes, tehát nem úgy volt, hogy csatítok kettőt a karikáshoz, minden rendben áll, mert azon át kell gondolnom, mi most a helyzet, és ezzel kapcsolatban az Fidesz vezetős között 1000 önkormányzati ember, kormányzati tapasztalata rendelkező, de pontosan tudja, hogy ez bonyolult, én egyszerűen el tudom valamit mondani, amit akarok, de ez bonyolult dolog, mert egyébként ezt tudják, ez olyan, az nagy dolog vasnapi húsleves főzni. Hát nehogy nagy dolog, felteszem, beleteszem, megfőd, leveszem, megesszük. Egy kis sót hittem. És egyébként a szakácsként leírva ez nem tűnik bonyolultnak. Mikor én először próbáltam húsleves főzni, az nem sikerült nagyon jól. És az menet közben jön rá az ember arra, hogy amit egy dörzsölt szakácsnő, vagy egy gyakorolt háziasszony rutinból kihoz, nem is figyel oda közben krumplit hámoz. Én mindig figyeltem édesanyámat, lényegében nem főzte a leves. Az mindig elkészült. Ezért hittem, hogy könnyű. De hogy a habot mikor szedem le, a zöldséget mikor teszem be, a sót később, mert a hús nem puhul, a zsírból mennyit szedek le, mikor teszem a sáfrányt, tehát ez a művészet. Nem véletlen, hogy a magiból nincsen vasnapi húsleves, meg a knorrból minden nap új varázslat. Én akkor vagyok a legidegesebb, mikor a tévében azt a reklámot látom, hogy megérkezik falura a városi unoka. És akkor jön a nagymama levestállal, és közben mondja, ugye knorrból van. Hát persze, jaj, azt nem hiszem. Na ez az a dolog, ami szürreális, tehát ez a Monty Python forgat vagy a Balázs kész átverés sóból van kivéve, mert na mindegy. Szóval akkor tudnunk kell azt, hogy de mi is ennek a következmény? Ma körülbelül 100 000 fiatal, akinek iskolába kéne járni, általános iskolában nem jár iskolába. Ez egy közmegegyezésen alakul, mert ezek a gyerekek alapvetően hátrányos helyzetű családokból jönnek. Alulszocializáltak, nem tudnak viselkedni, jóval lemaradtak a tananyagban, és tulajdonképpen a pedagógus is szerencsétlen, hallgatólagosan, nem, még lehet, hogy tudom, hogy örül is neki, hogy konkrétan a 5. osztályában nem járhat egyébként 16 éves gyerek, aki viszont nem tud megülni, ha nem köpköd vagy anyáz már teljesen szelíd, és nem tud vele mit kezdeni, mert eszköze meg nincs egyáltalán. És rájuk szólni se tud, mert jön a család délután, azt megvárja az iskola után, és akkor nem tud hazamenni. Tehát magyarul van egy ilyen hallgatólagos megérkezés, gyerekek nem járnak ezek iskolába, jó, nagyon aggódunk, szörnyűség, de úgyse tudnánk vele mit kezdeni, hogy ezek bejönnének. Na de egy ilyenre bejönnek, mert nincsen családi pótlék. Tehát a fater fogja elverni a gyerekeket. De ehhez az iskolákat fel kell készíteni. Ez nem úgy van, hogy bejön 100 000 gyerek, aki most hiányzik az iskolákból, és akkor abba kell hagyni ezt az integrált oktatási őrületet, egyrészt tök sikertelen, teljesen reménytelen, egy átlagosztály nem felhúzza ezeket a gyerekeket, hanem az egész lezűnik. Nem sikeres modell, abba kell hagyni. Külön felzárkóztató képzést kell csinálni. Külön újra kell tanítani egy csomó mindent. Az iskolában az órán 45 percig megülünk. Nem anyázunk, vagy a tanár. Szülőnek nem szólunk, hogy jöjjön be, mert beszólt a tanár, intézd el apa. Stb. Meg kell védenünk a tanárokat. Az az elmebetegség, hogyha valakit eltanácsolnak az iskolából, akkor az iskolán, vagy igazgatónak kell másik iskolát keresni, annak a gyereknek, akit ő is meg akar szabadulni, persze, hogy nem tud. De a szülő dolga, ezt keresse neki ő iskolát, vagy magyarázol a gyereknek, hogy úgy kell esélyt viselkedni, hogy ne rúgjanak az iskolából. És ezt minden szülőt be kellett bevonni, mert az iskolarendszer a szülő ellenében nem tud nevelni gyereket. Az a rendszer úgy működik jól, hogy amikor én rendetlen voltam tornaórán, 100 Pista bácsi legélet egy pofont, meg kaptam tőle egy intőt. Hazamentem, mutattam apának, hogy itt az intő, ő kellett a másikat. Nem volt pálya, tehát be kellett állnom a sorba. Tetszett ez vagy nem nekem? Ma a helyzet az intő, apa, intőt kapta, én a Jóska, gyertek, lécet hozzatok, megmutatjuk, a kutya úristen, ki itt a legény. Ezért mit kell csinálni, és akkor ráadásul hogy működik a rendszer, a tanár verésért felfüggesztetet kap. Úgy megy haza, hogy úgy érzik, hogy a gyerekek megmutatom, mert a felfüggesztet az nem büntetés. Miért nem csináljuk azt, hogy aki
felpofozza a tanár, egy év letöltetni. Most lehet mondani, hogy itt indul a tüntetés minimum. Pontosan kell tudnunk, ez még mindig nagyon jól hangzik, de ettől nem oldódik meg a probléma. Mert a következő a helyzet. Rossz az osztályozás rendszer. Abba kell hagyni azt, hogy az általánosban nem lehet évismétlésre késztetni a diákokat, csak szülőjével egyezéssel, mert ez nem a szülő dolga. Nincs szülő, aki azt mondja, hogy persze, mutasd meg a gyerekemet. Ez az hülyeség. Az, hogy nincs osztályozás, vagy olyan értékelési rendszerben, ahogy egyébként a felkészült szülő és a gyerek sem érti, hogy mi van, hogy oda leírok, ráadásul ahány pedagógus annyiképpen fogalmaz, és ezért nem lehet összehasonlítani a teljesítményeket, ez rossz. Nincs mérés, nem lehet a diákokat ösztönözni. És nagyon-nagyon fontos, mert ez még mindig nem csináltunk semmit, olyan eszközöket kell adni a pedagógusok kezébe, hogy fegyelmet tudjanak tartani az iskolában. Meg kell változtatni azt a felfogást, hogy a pedagógus, ha észleli, hogy drogozik a gyerek, nem szólt a szülőnek, mert megsérti a gyerek jogait. De ha iszik a gyerek részegen ebben az iskolában, nem lehet szólni. Hát csodálkozunk, hogy itt tartunk. Hát a hülyeség miatt tartunk ki. Ezt abba kell hagyni. És akkor azt mondani, hogy természetesen felzárkózó képzés, felzárkóztató képzés kell. Olyan eszközrendszer a pedagógusnak, amivel tud fegyelmet tartani. Segíteni kell azokat a családsegítő szolgálatokat, akik kimegy a gyerekhez, mert egyébként ezeket a családokat is gondozni kell, mert egyébként gondolják meg, mit gondol a gyerek akkor, amikor neki az az élettapasztalata, hogy ő elmegy reggel 7-kor iskolába, a faternek nyomkodja a távirányítót, és 10-ig hever az ágyban, és nézi a tévét. Nem ösztönöz, mert egyébként normális esetben mit mond az átlag család átlag gyereke? Apa, nincs kérdezte, minden nap eljátszik valamelyik lányom, mert sokan belőlük, tehát valamelyikre mindig, hogy apa, ne, annyira nem születik iskolába járni. De és akkor mit mondok? De édes anám, én meg minden nap elmegyek dolgozni. Szeretem, nem szeretem, mindegy. Úgyhogy jössz velem. De a szülő nem tudja ezt mondani, tudjuk a szülői példaadás a legfontosabb mint a gyerek számára. Ha a szülőtől nem ezt látja, ezért nem azért kell a munkanélkülieket közmunkára kérni és ösztönözni szigorúan, hogy járjanak el közmunkára, mert sanyargatni akarjuk őket, hanem mert a gyerekeik jövőjén akarunk segíteni. Azért, mert tudjuk, hogyha a gyerek nem ezt látja, hogy a szülői dolgoznak, vagy van nekik dolguk az életben, és abból úgy, ahogy meg tudnak élni, akkor nem lehet arra sem rávenni, hogy elfogadja azt a helyzetet, hogy iskolába kell menni. De akkor, mi is még mindig csak az általános iskola alsó tagozatánál tartunk, tudjuk, hogy ez az kell, hogy ez támogatható legyen, hogy a családsegítő szolgálattól, meg a családtámogatástól nem elvenni kell a pénzt, hanem odaadni. És tényleg a sort nagyon hosszú ideig lehet folytatni, hogy milyen összetett gondolkodás kell ahhoz, hogy egy ilyen egyszerű dolgot, hogy mindenkinek iskolába kell járni, azt meg lehessen csinálni. Okosan. Nem, mert ostorral nem fog menni. Mert azok a gyerekek, akik iskolába járnak sikeresen, azokat nem ostorral viszik oda. Meg nem erőszakkal. Hanem így működtetünk egy bonyolult rendszert. Tehát nagyon fontos. Mert kiabálni lehet, de kiabálástól senki nem fog iskolába járni. Mert az iskolában nem kiabálva járnak az emberek. Ilyen egyszerű az élet. És akkor most telik az idő, úgyhogy a szakoktatási rendszerre nem is térek ki, csak annyit bátorkodok megígézni, hogy teljes tévúton járunk. Mert a gyerekek, még azok is, akik iskolába járnak, azok is csak dolgozni nem tanulnak meg. Mert a szakoktatási rendszerben eltolódott a rendszer az elméleti képzés felé, és nem találkoznak a való élettel. Márpedig, aki valaha ásott gödröt, tényleg az pontosan tudja, hogy gödröt ásni tankönyvből nem lehet megtanulni. Tényleg nem lehet. Mint ahogy úszni megtanulni csak vízbe lehet. Szárazon meg nem. Akármilyen elméleti képzés van. DVD arról, hogy Mike Phelps, Darnyi Tamás hogy csapkodja a vizet. Tudok mindent az állatok mozgására víz alatt. Elméletileg latinul is le tudom ezt írni, és még három nyelven fel tudom sorolni, hogy kik az úszó világban kaptályosan, és hogyha arra kérdés, hogy voltál már vízbe, azt mondom, hogy hát nem nagyon, akkor az azt jelenti, hogy nem értsem, mint az egész tudomány. És ez így van mindennel.
Meg lehet könyvből tanulni egy átszerkezet felépítését, de konkrétan azt felépíteni csak úgy lehet, hogy oda megy az ember, az dikicsel, üti az szeget, az ujját, és eltölt vele 8-10 évet egy rendes ember mellett, akitől megtanulja a fortélyokat.